Szinte teljes sort cserélt az Akvitál FC a Kozár Michelin-i győzelem után. Tóth Balázs vezetőedző 8 helyen is változtatott a Baranyában 3-1-es sikert arató csapat kezdőjében. Csak Auerbach, Alakszai és Kárték pozíciója nem változott. A másik oldalon Szergej Kuznyecov nem nyúlt bele ennyire a Szeged elleni nyertes csapatba, mindössze 3 helyen változott a DVTK kezdője. Mérkőzés elején bátran kezdett az Akvitál FC, az első kaput elkerülő lövés egy szögletet követően Fejös Áron nevéhez fűződött a 3. percben, majd nem sokkal később a másik oldalon egy jobboldali beadás után Cseke Benyelmén fejelt a keresztléc fölé. Egy perc múlva újra a hazaiak következtek, Magyar Zsolt labdájával Tamás Nándor ment el a jobboldalon, beadásánál a berobbanó Baracskai Roland megelőzte védőjét, a hazai támadó fejese azonban elkerülte a hosszú alsó sarkot. A 10. percben Fejős lövését Danilovics ölelte magához, a 15. percben pedig némiképp váratlanul előnybe került a DVTK. Egy gyors kontra során Lukács Dániel robogott végig a jobb oldalon, középre lőtt labdája a hosszún szabadon találta az érkező Jurek Gábort, a vendégek 11-ese pedig a hálóba vágta a labdát. A 22. percben jöhetett volna a válasz, Magyar indítását követően Kárték Bálint került lövőhelyzetbe, ám próbálkozása elhalt a Danilovics kezei között. A 29. percben aztán a kimaradt helyzet megbosszulta magát. Egy szöget után nem tudott felszabadítani a hazai védelem, Bényei jobboldali beadását csak kiütni tudta Auerbach, Szatmári Csaba pedig kíméletlenül a hazai kapuba bombázta a labdát. A 44. percben egy jobboldali szögletet követően Alakszai Áron fejesét védte bravúrral Danilovics, majd fordulás után újabb hazai zicser maradt ki. A 48. percben Tamás Nándor fordult le védőjéről, majd a jobboldalról kiváló labdával szolgálta ki Honyák Marcelt. A szünetben pályára lépő támadó azonban nem tudta bevenni egykori csapata kapuját, 15 méterről ballal mellé lőtt. A DVTK erre a helyzetre is góllal tudott felelni. Az 57. percben Lukács Dániel a bal szélről indulva lövőhelyzetét cselezte magát. Középre tartó labdájában lábbal csak beleérni tudott Auerbach, a játékszer így a hazai kapuban landolt. A 63. percben egy labdaszerzés után ismét Hornyák került zicserbe, azonban Danilovics védeni tudott, majd közvetlenül a lefújás előtt még Eppel Márton is elrontott egy lehetőséget. A DVTK végül elvitte a 3 pontot Csákvárról, a végeredmény 0-3.